magyarországi svábságtól, ugye mint gyűjtő fogalom, hogyan lehetne majd valamilyen formában megszabadulni. Abonyi Lajos tanár beszélt elsőként az előadók közül a Göndöcs Benedek iskolában hétfőn megrendezett konferencián, itt éppen arról, hogy mi volt a szovjet álláspont a magyarországi németekkel kapcsolatban. Hazánkban 2015-ben és 2016-ban kiemelt figyelem irányul a Málenki robotra, vagyis a hazai, többségében németek szovjet kényszermunkatáborokba hurcolására. Ezek a szörnyűségek valóban megtörténtek, és nem is olyan régen. A megemlékezést pályázati források segítik, így a Békéscsongrád megyei Német Iskola Egyesület rendezvényét is ezek révén sikerültető aláhozni. Fontosnak tartjuk azt, hogy a jövő nemzedékének bemutassuk, hogy mi is történt, hogy tisztán lássanak, megismerjék a történelmüket, és hogy tanuljanak ebből, hiszen csak akkor tudjuk megakadályozni azt, hogy a jövőben ilyen szörnyűségek előfordulhassanak. Ez a program is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben a hasonló események kialakulását megelőzzék. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákjaink megismerjék a múltunkat, az elődeinket, az életüket, az örömeiket, a nehézségeiket, és ez a mai konferencia pont egy olyan eseményről szól, egy esemény sorozatról szól, amely az akkori élő embereknek a mindennapjait lényegesen befolyásolták, döntő mértékben befolyásolták. A konferencián meglepő tapasztalatokról számolt be a magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi körének elnöke. Matkovics Krecz Eleonóra Oroszországban járva több helyszínen is azt tapasztalta, hogy a hazaival éppen ellentétes folyamatok zajlanak. Vannak bizonyos emberek, bizonyos vezetők, akik mint kiskirály élik meg a saját pozíciójukat, és Isten tudja milyen okból ők ezt mindenképpen akadályozni akarják. A helyiekkel viszont az egyik temetőben, amit ugyan 1952-ben bezártak, egy keresztet és egy angyalt helyeztünk el, ez a későbbi emlékműnek úgymond az előzetese. A konferencia több tanulsággal szolgált a résztvevők számára, egyrészt hiteles forrásokból ismerhették meg a közel 70 éve történt eseményeket, másrészt a Málenki robotban résztvevők utóéletéről is képet kaphattak.